Mi a Pusztai Róka csapatnak a tagjai vagyunk, Pusztai Róka Nomád Hagyományos Egyesület, és itt az Ősök napján, Kurultájon, sőt, visszamenőleg kezdetektől részt veszünk ilyen rendezvényeken, és most itt van a táborunk, most már 12 plusz 2 vendéglóval, meg sokan vagyunk, igen. Ez sárkány, hát bátor sárkány a mindenki anyakönyvileg, de a bátor jelzőt nem szeretem használni feltétlenül. De a sárkányos, amikor úgy adódik. Hoppá. Hát ez egy alul nem ez, felül szürke marha bőr, nyilván, hogy átvegye a terhelést. Itt van ez a kanyereg, akire mindenki azt mondja, tehát két talp, gombos kápák, hó. Mindenki azt mondja, aki megkóstolja, hogy aki angol nyerekbe is szokott, vagy ezen sportbőrnyergekbe, hogy ez ilyen kényelmes. Tehát, hogy tessék megkóstolni, és ez ilyen kényelmes, és nem tudom, hogy korszerű-e, de hogy lószerű, az biztos. Ezt gondolom felismerhető, tehát hát a zsinór hevederrel, mondjuk két elől hátul megfogva. Igazából lehetne az a autentikusabb felfüggesztés is, de én ezt a csapot használom most. És ez jó, és így lehet szállni. Mondanám, hogy azért szeretem, mert azt szeretem ebben a lóban, hogy szeret dolgozni, de most ez nem látszik rajta. Tegnap már dolgozott tényleg. Ez egy általam fonott kantár, minden megvan benne, ami szokásos. Álszínek, jönnek ilyen. Mutatom a csatot. Ha oldhatóra akarom, akkor így, könnyen oldhatóra. Ha meg nem annyira, akkor így. És akkor ezt egybe kötőfék is nyilván. Én ezt a kantár megoldást használom, Y-nak hívom, tehát hogy van egy ilyen, maga a kantárszár után van egy hosszabb kötél, ezért gázbobdenként is üzeme, pálca helye, illetve egyáltalán lehet róla jól vezetni, vagy kikötni a lovat, stb.